Sziasztok, Krahen vagyok, és ismételten egy Guild Wars részre jelentkezem. Ebben a klánban találtam meg a legerősebbet, hogy kezdeni ezzel a 249 ezerrel. A betölt. Aha, hát szuper. Szuperul néz ki ez a bázis. Sőt, aha, jól látom, hogy ott van egy olyan. Ó! Jó, hát ez így nem pálya. Jó, ezt így gyorsan el is felejtjük. Nézem tovább, ez lesz a következő. Remélem, hogy itt nincs Gunslinger. Jó, egyelőre nem rékol, úgyhogy... Ja. Hát ez is kemény dió lesz, én úgy látom. Na, ide lerakok egy ilyen kis parasztot, megnézni, hogy ez mit tud. Jó, nincs ott senki. Hát akkor lehet, hogy innen indulok el. Így, mondjuk. Jó. Jó, ez a lassítás, ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Ez a vallának ez a lassítása, ez atom. Jó, most már csak a skult kéne. Remélem a skult azt kinyírjátok. A skult nyírjátok ki. Nyírjátok ki, és akkor rendben leszünk. Ó, és újra élet. Jó, de remélem megoldják. Alig ment le HP-ja. Új 4000 csepződik csak. Jó, vallát el fogom veszteni, úgy látom. És 53%. Lehet, hogy a skull ledarálja itt a népet. Ajja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 j
meghalt, az cool. Jó. Akkor csak vallát vesztettük el, ami talán annyira nem probléma, már mint úgy értem, hogy egy áldozat belefér. Na. Ő, hála Istennek így került ez a 220. 524 pontot adott. Na, folytassuk is a csatát ezzel a 218 ezressel. Úgyhogy nézzük csak meg, hogy milyen bázisa van. Ujjaj. Nem egyszerű történet, én úgy látom. Sőt, hogy van Lilni. Ha? Jó. Lehet, hogy alulról kell elindulni. Vagy nem is. Cílus is nyávog. Közben. Ez jó kérdés, hogy merről induljak itt el. Hát ide leteszem a Nubis-t, ezt. Grizzlyt megpróbálom ide letenni. Ezeket ide. És akkor leteszek ide pár egységet, hogy a Lilnik ezeket gyepálja. Jó, már nem kell. Jó. Jó, ez így már kettővel nem fog működni. Kipróbálom, hogy felülről indulok. Vagyis hát pontosabban nem is elindítok egy csapatot. Például hogy úgy kéne csinálni, hogy nem. És
akkor a többit ide. Leteszem ide a kis trúpokat is. Hanem átszaladnak itt. Mindegy, kipróbálom még. Hát lehet, hogy ezt nem tudom. Ez így jön. Jó. Hát ez így jó. Jó, oda szalad. Leteszem ide a kis trúpokat is. Jó. Jó, ez lenne a lényeg, hogy elcsalogassam őket, de sajnos nem megy. Jó, akkor alulról próbálom, majd tudom, hogy megpróbáltam. De most, hogyha nem megy, akkor hagyom. Túl jó bázisa. Jó. Ez abban úgy kéne, hogy minél kevesebb jusson el ide le. Ah, nem. Jó, hát ezeket úgy látom, hogy nem tudom legyőzni. Azt hiszem, van itt elő 150-es. Jó, itt van egy 209-es, akkor ezt megnézem, és majd utána azt a 200-eset ott a másik lánban. Olyan bizakodó voltam most, hogy jó, az csak egy lyuk. Csak semmi. Rendben. Na hát akkor jó. Ezt észre se vettem. Jó. Rendicse. Ó, tuti itt lesz valami meglepetés. Nem. Se meglepetés. Sehol sem. Jó. Jó. Beteszem ezeket a kis trúfokat is, körbe összeítettem. Így oda teszem, mert ott rámegy a izé. Ó, király lesz. Jó. Taktika. Új. Előre teszek le a trúpokat. Á, ez lesz a megoldás. És rácupannak a... azok a kis cuccok. Így ezt lerakom. Csak nem értem, hogy leraktam az Ariaszt és meghalt egyből. Szóval, ez hogy működik? Na. Kezdjük akkor megint, leteszem ide ezeket. Jó. Jó, illik, hogy ki akart. Jó. Jó, helyes ezeket a kis bigyókat itt feltartom. Ez nagyon jó terv. Ez így nagyon jó. Jó, a skultot végezzétek ki. Skult, kérem szépen. Skult. Nincs mi gyilkoljon. Nézzenek oda. Jó. Meg kell áldoznom egy valamit. Mondjuk egy ilyen parlokkot beáldozok, és mondjuk hozom helyette őt. Igen. Quick setup, és mondjuk ezt rakom be neki. Hoppá, nem akarok vásni. Jó. Akkor a második. Igen. Na, töltődj be. Töltődj. Jó. Na, akkor ez tervitten bevált, hogy mennek ezek a kukok. És például leteszem a többit. Jó, azt ott túl kell élniük, azt a pár darabot. De az a lényeg, hogy ide jöjjenek fel a kis cuccok. És akkor remélem, hogy Golem ki tudja healelni. Már ha ki tudja healelni, de még rosszabb, mint volt. Úgyhogy
Hát, Gulemet kirúgjuk a csapatból, azt mondjuk neki, hogy jöjjön egy el, hogy Valenti. Valenti. És akkor ő fogja megkapni ezt a viart. Jó. Nézzük csak meg, hogy Valentinával mire megyünk. Na. Ide leteszek egy párat, és akkor ide leteszem a többi. Gyertek ide kis kopterek. Jó, írtsátok ki. A jó népet, írtsátok ki a jó nép. Azt a skultot így írtsátok ki, a skult. A skult írtsátok ki, hát na, nem igaz, hogy nem tudjátok leverni azt a skult. És fel kell a skult. Ne, öljétek meg. Nem igaz, minden meghalt, kivétel a skull. Ez a skull nagyon erős. Jó, akkor end battle, és... ez a Valentina szerintem jó volt ide. Viszont... lehet, hogy ezt Mihályt fogom hozni, és akkor őt rakom le elsőnek, és akkor remélem, hogy a Skulla állnak azt az angyalát fogja betámadni. És akkor, hát, van egy némi esély, hogy túléljük. Valameddig túléljük. Jó, ezeket ide lepakolászok egy árat. És akkor Mihállal kezdjük itt a történetet. Jöttek ezek a kis... Jó. Meg is halt Arias egyből, Franco. Itt elvasuskodtam a dolgot. Na, gyerünk, töltsé. Jó, ide többet kell lepakolnom akkor, hogy bent maradjanak a dolgok, jó. És ott maradtak a kopterek. Nagyon jó. Most már csak a skullnak kéne meghalnia. És ott az angyal. Na, vajon betankolja-e vagy sem? Hát úgy látom, nem. Jó. Lehet, hogy nagyon rossz irányba próbálkozom. Már kezdem érezni. Jó, lehet, hogy innen alulról fogok elindulni. Lehet, igen, sőt. Ide ezt lepakolom, és akkor ide egy párat lepakolok, és ide jöhetnek a többiek. Így van, és a kopterek ott maradtak. Vagyis hát ott kellett volna, hogy maradjanak. Nem, ez nagyon rossz. Nem akarom elengedni ezt a bázist. Biztos, hogy sikerülni fog. Csak nem így, ahogy most csinálom. Na. Á, és Lilni. Á, megölt a healert. Á, esélytelen. Na jó. Nem próbálkozok, ennyi. Pedig majdnem mehetett volna. Jó, nem. 190. Jó, viszont akkor itt visszarakom. Visszarakom itt a parlokot. Itt. Nem. Jó, itt van. Ez azt nem ment. Csak akkor... Jó. Ajjaj. Ez se lesz egyszerű szerkezet, én már látom. Főleg, hogy ott van az a... Copteres Jackson. Jó. Jó,
Kopteresekkel nem tudok mit csinálni, úgyhogy hát sajnos lejjebb kell adnom. Áj, pedig azt hittem, hogy végre valami jól fog sikerülni. Hát itt is esélytelen lesz, én már most látom, úgyhogy randomba leszórom őket. Jó. Kopterek azok gyilkolnak, mint az atom. Hát valószínűleg el sem fog sikerülni. Elég kevés a épület, amivel tudnak gyilkolászni. Hát az a Skull ottan, az nem hal meg. Jó, ott van a Mubis. Betankolja. Akkor jó lesz. Hát nem tudom, 46%, 53. Jó, ez most vagy bukó, vagy nyerem. Két lehetőség van. És Anubisztól függ az egész. Hogyha kitankolja, akkor minden jó lesz. Hogyha nem, akkor így jártam. De egyelőre úgy néz ki, hogy kitankolja. De, jaj, ezt korán elszóltam. Nem? Jó. Jó, oké. Ott a többiek azok leírtják az épületeket. Jó, és meghalt a... Skull. Jó. És csak egy áldozatom a Grizzly. Na, 471. Na, a következő áldozat ez a 198 ezres lesz. Nézzük meg, ennek milyen bázis van. Remélhetőleg most már sikerre járok. Jaj, ú. Ja, ezen próbálgattam itt a dolgokat, és nem igazán akart összejönni. Ó, ide rakom ezek a kis trópokat hátra. Jaja. Jó. Bepróbálom. Akkor 188-es. Lesz a következő. Ott ide lerakom a trópokat. Lerakom, és akkor trúkot lerakom. Mondom, lerakom! Jó. Hát, nem akarom feladni, mert most már ez már nagyon... nagyon az alján vagyok. Hát, innen indítom az összes csapatot, és akkor így megpróbálom ezeket a kis koptereket elcsalni erre. És akkor remélhetőleg valami történik rendszerrel. Például az, hogy meghalok. Jó, ennyi. És akkor 189. Mindenhol Gunslinger van, borzasztó. Nekem nincs. Na kíváncsi, megkerüli? Hát, meg. És rácuppan valaki? Nem. Jó. Jó. Á, és azok is megkerülik. Hol van? Haladunk a korral. Kettő már meghalt, mármint az enyémek közül. Jó. Onnan felülről. Onnan felülről jövünk, lehet, hogy ezért a vezető. Á, nem, egyforma a szívás. Na mindegy, ide lerakom őket, és ide megpróbálom elcsalni itten valamelyiket. Ezeket, amik itt alul vannak, így megpróbálom elcsalni ide. Úgy látom, itt rácuppannak erre a régióra. Így. Jó. Ott az Anubis is elcsalódik. Jó. Közben ott felül kiirtódnak a népek. Na jó. End the battle. Jó, akkor... hát... hogy is legyen? Hogy is legyen?
Anubis, Arias és ez oda. Ezeket itt meg tudom elcsalni, igen. A többit most berakom, és meg tudom még jobban elcsalni őket. De folyton gyerünk, maradjatok itt. Jó, az nem száll, nem illel, vagy. Jó. Jó, nagyon nem jó a taktika, vagyis hát a taktika lehet jó. Hát akkor 176-os ennyi, lejjebb kell adni, mert nem igazán működik itt a történet. Hűha, gondolom itt is frankon fog sikerülni. Persze, Ariasnak kell bemenni tankolni igazából, mert nem is tudom, ő a tank. Jó. Anubis ottan átcsapatta ott a szerkezeteket. Nagyon frank, és meg is hal. 21%-nál járok. Valószínűleg Anubis meghal. Meg is halt. Jó, ez így szerintem esélytelen. Megpróbálom még egyszer valahogy. Mondjuk úgy. Anubis együtt, ezek együtt mennek, illetve ezek itt együtt mennek. És akkor megpróbálok ilyen trúpokat bevarázsolni, hát ha valamit kiszívnak ottan. Nem. Jó, a Grizzlyre meg a Cupidre ottan nagyon rácuppant a jó nép, főleg a Skull. A Skull. Ha az a Skull meghal, akkor van esélye, hogy nyerünk. Mármint, hogy képesek vagyunk nyerni. Az igazság, hogy annyira összefonódnak itt a szövegek, hogy annyi alig látom az életét, szerintem kb. Ott van. Vagy nem, még feljebb van. Ott. Fú, 50%. Ajjaj. Ez akkor vagy bukta, vagy valaki hilleli itt a dolgokat. De már valla egyszer bizonyított, hogy jó hílelési képességei vannak, úgyhogy Anubiszt kihílelte már a talán a második csatában. Úgyhogy remélem, hogy most is így meg fogjuk tudni nyerni, hogy ennyi. Király. És ismételten a Grizzly hal meg. Meg pár trúk. Tehát az hasznos veszteség volt szerintem. Talán haszontalan volt, mert nem csináltak semmit. Ott belehaltak fent. Na, 448 pontot kaptam. Na, a következő áldozat itt a magyar csapatból lesz, ez a 161 ezres ellenfél. Hát remélem, hogy sikerül fog. Jó, hát dobáljuk le itt a hős figurákat. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Húha, ezt nem biztos, hogy erre kellett volna jönni. Mármint így az alulsó részről. Bár... Ha ott a Skull, az nem jó jel. Vallát lehet egy gyakni. Attól függetlenül talán még nyerhető itt a dolog. Hogyha kibírják élettel a hőseim, de úgy látom, hogy kibírják. Jó. Rendben. Hát Anubis az, hogy mondjam, hát szépen hárította itt a Skullt meg a
Mihályt egyszerre. Bár lehet, hogy az már csak az a kis angyalkája volt, és akkor azért esett össze. Sőt, szerintem inkább valószínű. És ugye ott még a Skull még ottan nyepálta itt az Anubis, de hát... Na, túlérte, hála Istennek. Igazából örülök neki egy picit, hogy kihúztam 200-asra. Ugye még nem devós, csak sima evós. De az örülök neki. Na, akkor a következő áldozatunk ez a 158 ezeres lesz. Nézzük meg. Utolsó csata. Ó, ez elég könnyűnek ígérkezik. De általában ami könnyű, az nem biztos, valóban nem könnyű. Most Anubis nem rakottam még le. Már csak annak a szarnak kell meghalnia. Na, jó van. Na, király. Na, és 422 pontot adott. Ez volt az utolsó. Ezért itt megnézzük itt a végeredményt. Ó, és itt betámadtak a magyar csapatból. 85%-osra sikerült neki. Király. Legalább elbukta. Hála Istennek. Na, nekem majdnem 2300 sikerült szereznem, ugye nektek körülök. Pár pont hiány meg is lett volna, hogyha az egyik nagyobbat lett volna verni, akkor meg lett volna 2300 is. Na mindegy, ez így sikerült. Ha tetszett a videó, akkor lájkold. Mindenféleképpen illetve feliratkoztál fel a csatornára. És egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!